A Városi Művelődési Központ új igazgatójának első munkaértekezletén Hájos Zoltán polgármester is részt vett. Elmondta, hogy szeptemberben az intézmény igazgatói tisztségére kiírt pályázat nyertese Takács Tíma volt, ezért a képviselőtestületnek már akkor jóvá kellett volna hadnia a kinevezését. Mivel ez nem történt meg, az elmúlt két hónapban Iván Péter megbízott igazgató irányította az intézményt. Takács Tíma a Művelődési Központ programjainak összeállításánál minden korosztályt szeretne megszólítani. Közösségünk építését tartom nagyon fontosnak. Minél több kulturális és minél több színes kulturális programot behozni a Művelődés Központba. Szeretném, ha nagyon sok önálló programot és műsort tudnánk szervezni. Szeretnénk kitölteni a nagyobb részét a mi rendezésű programjainkkal. Az új igazgató az amatőr színjátszást magasabb szintre kívánja emelni. A fiatal generációt is szeretné becsalogatni az előadásokra. A mai kor problémáival foglalkozó színházat szeretnék, hogy igenis, hogy a színház műveljen és gondolkodtasson, ne csak szórakoztasson. Mivel nagyon nagy hagyománya van az amatőr színjátszásnak Dunaszerdahelyen, szeretném ezt a vonalat is megerősíteni, akár egy fesztivállal, akár egy nemzetközi találkozóval. Takács Tíma a tervei között szerepel egy városi ifjúsági klub megalapítása a Kultúrház égisze alatt. Az eddigi sikeresen működő és nagy közönséget vonzó programokat szeretné műsoron hadni, és új ötletekkel bővíteni azokat.